Levegy kanyaríthatja középre. Rövidre érkezik a labda, Szolnoki fejjel tovább, egy ollózó mozdulat! Gyorsan elvégzik a hazaiak a szögletet, a beadás után pedig 11-es mutél a játékvezető. Hallgatták, hogy itt most sípszó következett, és a 11-es pontra mutat Bogár Gergő. Lássuk ott a beadás, és valóban ez egy olyan szituáció, hogy azt gondolom, hogy adható büntetőnek. Innentől kezdve az a kérdés, hogy ez elég meggyőző a játékvezető számára ez a kép. Ezért nem tűnik tényleg a legélesebbnek, de mondjuk, hogyha nem nagyítunk bele annyira, akkor már igen, hogy megváltoztassa az ítéletét. Mert ha nem, akkor marad az, amit ő a pályán meghozott. Meg is van a döntés. És mehet tovább a játék. Nincs 11-es. Mingo. Csivics. Varga Barnabás felé. Varga csúsztat mellé. Ő is ellöki a Szolnokit. Levi pedig lefordul Majgáról. Levi még mindig estében, Dibusz! És ugye a lehetőség adva van most Podró előtt a Fehérvártól igazolt játékosnak, hogy megszerezze az első gólját. Itt viszont Kolli előtt adódik egy helyzet, Vingó hibája után, és meg is szerzi a vezetést a Puskás Akadémia. 25 másodperc telt el a második félidőből, Kolli nem lesz a Fradi szurkolók kedvence. Nyilván eddig sem volt az, így ez a gólöröm viszont abszolút egyértelmű reakciókat vált ki a ferencvárosi szurkolókból. Óriási hiba a védelemben. Kolli gyakorlatilag le is mondott a labdáról. Vingó meg elrúg a labda mellett. Kolli ezt észreveszi, és aztán onnantól kezdve számára ez már rutin munka volt. Itt tényleg megáll Kolli. Podró pedig inkább bent Vargával. Második támadóként most viszont indulhatnak 3-3 ellen a vendégek, aztán Levi is megérkezik, de most már túlerő van, így aztán el lehetett lőni, és nem is volt ez egy rossz próbálkozás messziről. Bennem a kapu felé, Marquinhos. Abufani. Ez sem jó beadás. Csivicsnek viszont jó kapásra. Csivics aztán tovább fejeli. Stronati röviden! Vezet Puskás Akadémia. Jön az újabb beadás. Ha lehet ilyen, Vargának magas. Marquinhos. Ez viszont már jó lehet. Ott a helyzet, Csivics előtt Pécsi fogja. Ez a felszabadítás pedig megint pontatlan. Makreckis tovább, Abufani. Szeviken a 16-oson belül. Laposan középre, át a hosszúra. Ott az egyenlítés. Marquinhos góljával a 77. percben egyenlít a Ferencváros. A 6. gólját szerzi ebben a szezonban. Csak góllá érett ez a fölény, ez a ferencvárosi fölény. Remek kiugratás két védő közé, és az is, ahogy átteszi Szeviken. Nem biztos, hogy így gondolta, lehet, hogy inkább ott Varga Barnát szerette volna megjátszani az első hullámban, de így lesz jó a másik oldalon Marquinhosnak. Az utolsó egymás elleni is egy egyes döntetlennel zárult Fencsúton. Komáromi szöglete. Szeszély csúsztatja meg. Bent maradt egy ferencvárosi játékos, nem sípolt a játékvezető, és ott a helyzet! Mellé! Abufani elviszi Brandon mellett. Marquinhos még egyel tovább, az is jó, még Kodró, és Pécsi véd.